Mi vagyunk az egyedüli alakulat, amely a külföldön élő románokra is gondol a választások apropóján, ezt állítja Alina Görbia, USZÉR és EP képviselőjelölt. A hatalmon lévő pártok, a kormányzók elüldözték őket az országból, de most foggal körömmel kapaszkodnak a szavazataikba. Ennek ellenére semmiféle a külföldön élő román állampolgárokat célzó javaslatot nem mutattak be, mondja Alina Görbia, USZÉR és EP képviselőjelölt. Három intézkedés csomagunk van a diaszpóra számára, amelyek azt mutatják, hogy minket valóban foglalkoztat a külföldön élő románok sorsa. Más alakulatokkal ellentétben ugyanis nekünk a diaszpóra nem egy stressz vagy szavazatforrás, akiket egyébként elüldöztek az országból. Az intézkedés csomag három fejezetre oszlik. A gyerekek esetében a jelenleg érvényben lévő uniós irányelvet módosítanák, amely lehetővé tenni, hogy minden EU-s tagállamban a gyerekek anyanyelvűen tanulhassanak az iskolában. A második fejezet a munkavállalókat célozza, konkrétan, hogy az egész unióban elismerjék a szakképesítést igazoló dokumentumokat. Nem utolsó sorban az idősekre való tekintettel az EP képviselő elmondta, küzdeni fog azért, hogy azok a személyek, akik nem csak egy országban dolgoztak, a nyugdíjazásukkor választhassanak, hogy melyik országban kapják a hozzájárulásuk alapján az időskori juttatásukat.